Sziasztok, Berti vagyok, és ez a Golden Milk Podcast legújabb epizódja. A mai vendégemmel, Esztivel már nagyon régóta terveztük ennek az epizódnak a felvételét, aztán valahogy mindig csak húzódott, és én úgy gondolom, hogy a dolgok okkal történnek, és valószínűleg előbb el kellett, hogy menjünk egy elvonulásra, egy jógatáborba, mielőtt leülünk, és felvesszük ezt a beszélgetést. Sirokon töltöttünk egy hétvégét, és maga a környezet is festői volt, már-már túlontúl szép, néha olyan fények voltak a domboldalon, ahol éppen kis bárányok sétáltak föl le, miközben mi jogáztunk, vagy pedig önismereti tréningen vettünk részt, hogy egy festményen nem tudtam volna szebbet elképzelni. Nagyon finomakat ettünk, egy szuper társaság jött össze, nagyon-nagyon kedves embereket ismertem meg, hihetetlenül jól kapcsolódtunk egymáshoz, amit esténként a tábortűz mellett igen mély és szórakoztató és egyben mély beszélgetésekkel koronáztunk meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy tökéletes hétvége volt a természet lágyölén. Kirándultunk is egy picit, jobbat el se tudtam volna képzelni. Ebből szerettem volna hozni nektek egy kis ízelítőt a mai podcast beszélgetésünkkel, úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel Esztit. Szia, Eszti! Szia, Betty! Üdvözöllek a Golden Milk Podcast-en, és egy nagyon-nagyon érdekes témával fogunk ma foglalkozni, a boldogság keresésével, és hogy vajon mi is tesz minket boldoggá. És ez egy végtelenül komplex téma, mielőtt fejest ugrunk ebbe. Mivel foglalkozol, és mivel foglalkozik a Met on the Moon, aminek nagyon tetszik a neve? Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. A Met on the Moon alapvetően jógával, meditációval, mindfulness-tel és well-being-gel foglalkozik modern embereknek, ami azt jelenti, hogy próbálunk nem túl szigorúak lenni magunkhoz, és megengedő módon ezeknek a technikáknak helyet találni az életünkben, hogy jobban legyünk egy kicsit a fejünkben, nyugodtabban a lelkünkben, és búcsút intsünk a hátfájásnak és az egyéb ilyen modernkori tüneteinek, a stressznek. Úgyhogy ezt csináljuk a Met on the Moon keretein belül, mindenféle workshopokon, online programokon, elvonulásokon, amit most Bettivel együtt is töltöttünk az erdők közepén, úgyhogy ilyenekre lehet tőlünk számítani. Szerintem mindenki, aki nagyvárosban él, magára ismert ezekkel a tünetekkel, problémákkal kapcsolatban, de még esetleg az is, aki nem nagyvárosi pörgő életet él, és egy annyira feszített tempóban dolgozunk, és pörgünk egész nap, és ostorozzuk magunkat sokszor, hogy nagyon jól hangzik egy olyan szemlélet, ahol megengeded magadnak a rugalmasságot, ahol nem vagy szigorú önmagaddal, de nyilván felállítasz célokat, kitűzéseket, de mégis van egy ilyen szlogened, ugye, hogy városi vadak. Igen, és hogy abszolút ez a közönség, tudod, azok, aki szeretne tenni magáért, de nem akarja magát rosszul érezni, hogyha péntek este megivott egy pohár bort, vagy kettőt, vagy esetleg hármat, és hogy ettől függetlenül nem azt akarja érezni, hogy másnap reggel szégyen érzettel kell mondjuk a jóga matracra lépnie. Igen, ez abszolút, ez szerintem egy nagyon egészséges megközelítése, és pont tegnap posztoltam ki az Instagramra, hogy az Ayurveda által elkezdtem sokat olvasni az utóbbi hetekben, hónapokban a csakrákról, és kiraktam egy ilyen sorozatot az elsőtől a hetedik csakráig, és tegnap volt az utolsó pont, a korona csakra, és olyan nehezen nyomtam meg az entert, mert úgy voltam vele, hogy én ettől fényévekre vagyok, és ugye az ember nem szeretne bort inni és vizet prédikálni, De közben attól még tudom, hogy mi ez, és bele is írtam, hogy ez egy olyan állapot, amit nem most kell elérned, vagy elérnünk,
31 évesek vagyunk mindketten, igen, ha nem titok elmondani, nem a hallgatóknak, titok, hanem ez lehet akár egy több évtizedes cél is, mert hogy nagyon sokan ugye egy ilyen ijesztő dologként gondolnak, akár a jógára is, akár a tudatosságra, a meditációra, a mindfulnessre, és azt hiszik, hogy itt tökéletesnek kell lenni, és szerzetesi életet kell érni, de hát mi erről már beszélgettünk többet, főleg ezen az elvonuláson is a múlt hét végén. És ezek el tudják az embert rémíteni, de lehet apró lépéseket tenni, és lehet, hogy majd egyszer évek múlva eljutsz egy olyan pillanatra, lehet, hogy soha nem jutsz el egy olyan pillanatra, de legalább már elindultál az úton. És amikor ezt utána bele is írtam a posztba, akkor már olyan nagyon magabiztosan nyomtam meg az akkor entert. Akkor már így okének érzed. Igen, és szerintem az is rendben van, hogyha valakinek nem ez a célja. Uh-huh. Hozzám nagyon sokan fordulnak úgy, hogy őt ne térítsen meg, egyébként semmiféle vallási vetülete nincs annak, amit csinálok, tehát hogy ez egyébként is szóba sem került, de hogy ő nem akar energetikáról tanulni, milyen csakrák vannak, meg kristályok, meg ilyesmi, ő csak azt szeretné, hogyha nem fájna a háta, uh-huh, meg azt szeretné, hogyha mikor lefekszik aludni, és látja, hogy már csak 6 órája van, akkor az a 6 óra alvással telne, és nem a plafonnak a pásztázásával és a képzeletbeli viták megnyerésével. És ez is tök oké. Okay. Lehet, hogy neki az útjának egyébként ez lesz a végállomása, hogy tisztábbak lesznek a gondolatai, jobban fog aludni, nem fog fájni a háta egy hosszú nap után, igen, tudatosabban fog reagálni egy konfliktus helyzetben, és soha életében nem fog eljutni a korona csakráról való olvasgatásig sem. Igen. Szóval, hogy szerintem ez is egy olyan dolog, amit egy picit így tiszteletben kell tartani a mindenkinek, aki segíteni vagy támogatni akarja az embereket abban, hogy jobban éljenek, hogy mindenkinek máshol van ez a cél, és hogy az ő célja az nem hátrébb van ezen az úton, csak máshol. Igen, és az is becsülendő, hogy tesz egyáltalán a saját egészségért, a test és a lelki egészségért is, mert hogy nagyon sokan csak tologatják maguk előtt, és nem merik megtenni a lépést, és hogyha mondjuk ő ennyire távol áll akár egy jóga filozófiától, de mégis elmegy egy jóga órára, az lehet, hogy neki is egy óriási nagy ilyen fal döngetés, ledöntés volt. Abszolút, ezzel teljesen egyetértek, hogy tisztelettel kell fordulnunk minden erőfeszítés iránt, igen, amit az emberek magukért tesznek, és ami nagyon fontos abban, amit most te is szóba hoztál, hogy azzal, hogy teszel magadért, azzal úgy összességében teszel a téged körülvevő emberekért, a közösségért is, és maga az a tudás, vagy az a képesség, hogy tudod magadat is, az igényeidet priorizálni, tudsz értük tenni. De sok embernek például az segít, amikor rájön, hogy mondjuk, hogyha eljön és megtanul meditálni, vagy egy picit tanul a mindfulnessről, és egy kicsit tudatosabban fog mondjuk konfliktus helyzetekben reagálni, az mondjuk segítheti azt, hogy a gyermekeivel milyen a kapcsolat. Igen. Nagyon sok anyuka meg apuka azért jön, mert úgy érzi, hogy ok nélkül türelmetlen a családtagjaival. Tudod, egyszerűen így lemerülnek a kis elemei, mire hazaér munkából, és azt érzi, hogy nem oké, ahogy reagál mondjuk konfliktus helyzetekben, vagy nagyon pici türelme marad azokra az emberekre, akiket nagyon szeret. Szóval nagyon sokrétű a motivációja is az embereknek, hogy miért kezdenek el magukon dolgozni, ami viszont szerintem szuper, hogy a júga az mondjuk ugyanúgy elmulasztja a hátfájását sokszor azoknak is, aki az egészre egy sportként tekint, amivel nem nagyon értek egyet, de hogy tök oké, tehát hogy az egészre mondjuk egy testmozgásként uh-huh, tekint csak, annak is el fog múlni a hátfájása, meg annak is, aki a koronacsakrát vette célba. Igen. Tehát, hogy a módszerek hatékonyságukban nem válogatnak attól, hogy te nem egy nagyon fenkölt célt tűztél ki velük. Nekem van is egy kollégám, akivel egy irodában dolgozunk, és ott ül az egyik oldalról az én személyemben az, akit érdekel is a másik oldala a jógának, meg a filozófiája, és akkor ott ül egy 40x éves vaskalapos pasas, aki nem hisz semmiben, és tudod, ez a tipikus, hogy amit ő gondol, abban nem lehet őt megingatni,
és imád jógázni, és ő mondja, hogy őt nem érdekli még az ászanának a nevese, viszont nagyon komoly kihívásként tekint rá, és óriási nagy fejlődésen ment keresztül, és hogyha egy hétig nem jógázik, akkor már elvonási tünetei vannak. Úgyhogy igen, őket kell szinte kb. Hogy a leginkább tisztelni, vagy elismerni. Igen, a hatásában nem válogat ez a módszer, úgyhogy ha bármilyen mindsettel valaki odáll a szőnyegre, meg leül meditálni, akkor tényleg ugyanúgy hatnak ezek a módszerek az alapvető dinamikájukban, mint hogyha te valami nagyon fennkölt céllal érkeztél. Ezt a mindfulness kapcsán merült fel a mai téma, amiről bővebben fogunk beszélgetni, mégpedig a boldogság, keresése és a boldogság mítoszok. Ahhoz, hogy egy boldogabb életet éljünk, nagyon sokszor ideák vannak a fejünkben, hogy mire van szükségünk, és te gondolom ezzel nagyon sokat találkozol a munkád során, nem hiába érdekel kiemelten ez a téma. Mi a meglátásod, ez a boldogság mítosz mennyire járja körül a levegőt a mindennapjainkban? Szerintem fontos azzal kezdeni, hogy mit is értünk az alatt, hogy boldogság mítosz. Boldogság mítoszok alatt alapvetően olyan koncepciókat értünk, amik azt az üzenetet küldik nekünk, hogy ha ezt is ezt elérjük, vagy ez is ez megtörténik az életünkben, akkor boldogabbak leszünk, de nem a sajátjaink. Tehát ezek tanult koncepciók. Ha meg lesz a nagy házad, akkor boldog leszel. Ha megkapod az előléptetést, akkor boldog leszel. Ha megtalálod életed szerelmét, akkor megérkezik a boldogság az életedbe. Ezeket hívjuk alapvetően boldogság mítoszoknak, és engem elképesztően érdekelt, hogy ezekből mennyi igaz. Mert nagyon sokszor volt olyan, hogy egy-egy ilyen mérföldkövet, amit gyerekkorodtól így programoztak beléd, hogy na majd, ha az meg lesz, igen, az micsoda extázis élményt fog jelenteni, meglett, és akkor talán nem is volt akkora élmény, de aztán, még ha élmény is volt, nagyon hamar elmúlt. És én már egyetemen arról folytattam kutatást, hogy mondjuk milyen összefüggés van a közt, hogy egy ország gazdagabbá válik, tehát azaz, hogy így emelkedik az embereknek az anyagi jólléte, ahhoz képest, hogy mennyivel lesznek ettől boldogabbak, mert ugye ez az egyik ilyen leghangosabb, vagy legöregebb boldogság mítoszunk, hogyha jó módú leszel, akkor az boldogabbá fog tenni, ugye a pénz boldogít, nem boldogít, ezek a viták. Egyébként nagyon-nagyon izgalmas, hogy rengeteg kutatás van erről, és nagyjából mindegyik azt mondja, hogy mondjuk az elmúlt 50-70 évben jelentősen emelkedett az emberek anyagi életszínvonala, de a boldogság szintjük nem változott. De ennek nem csak ahhoz van köze, hogy a pénz mennyire tesz boldogabbá, hanem nagyon sok más dologhoz is. Az egyik ilyen, például a hedonikus adaptáció, amit a boldogság mítoszoknál nagyon gyakran szóba hozok. A hedonikus adaptáció az a folyamat, hogy hozzászokunk a jó dolgokhoz is. Tehát elkezdesz több pénzt keresni, és akkor tudjátok, jön az, hogy eddig mekkora esemény volt, nem tudom, beülni egy finom kávét meginni, vagy egy jó vacsora, és megemelik a fizetésedet, és akkor egy-két hétig még úgy érzed, hogy úristen, most már minden nap ihatom a finom kávét, és egyszer csak a finom kávé az olyan megszokott lesz, mint korábban az otthoni reggeli kotyogósod. Úgyhogy, és ezek ellen lehet dolgozni egyébként, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor így bele kell törődni, és akkor ezek a dolgok már nem fognak nekem örömet szerezni, és mindig a következő nagy dolgot kell hajszolni, meg a következő fizetésemelést. Nekem eszembe jutott erről egy példa, nem tudom, ismered-e, azt szerintem a hallgatók közül sokan, a Mimi Icon. Igen. Ismered? És neki a története, ugye, hogy ő azeri bevándorlóként került Kanadába, bankba dolgozott, és hogy utána a nagyon fiatalon a férjével elkezdtek egy ilyen póthajas bizniszt, ami nagyon-nagyon-nagyon berobbant, és hogy több millió dollárért adták el utána ezt a vállalkozást, de hogy már amikor beindult a vállalkozásuk, hirtelen nagyon megnőtt az életminőségük, és ő pedig mély depresszióba került, és ő nagyon sokat beszél erről,
hogy mennyire nincsen összefüggés a kettő között, hogy hirtelen megvehette a Stella McCartney táskát, de hogy hazament, és kiégettebb volt, mint valaha, és hogy nem értette, hogy mi a baj, hiszen neki ez volt, amikor Azerbajdzsánban a háború alatt szegények voltak otthon, ez volt a célja, és ugye amikor eljutott oda, akkor pedig nem tudott ezzel az egésszel mit kezdeni, és nagyon sok elvonuláson járt, csendes elvonuláson is, meg folyamatosan foglalkozott a mentális egészségével, és most, amikor úgy látom, amennyit így meg lehet ítélni a social media alapján, hogy a karrierjük csúcsán tartanak a férjével, eladták ezt a vállalkozást, van egy csomó másik bizniszük, meg befektetnek kisebb vállalkozásokba, és London legmenőbb környékén laknak, bejárják a világot. Most már nem a póthajak érdeklik, meg nem a Stella McCartney táskák, hanem a fenntarthatóság, és a természetesség, és az önelfogadás, és az, hogy egy boldogabb, tartalmasabb életet éljél, viszont ez egy óriási nagy munka, belső munka, meg egyáltalán felismerni, hogy ott neked szükséged van segítségre, mert szerintem sokan ott beleeshetnek ebbe egy ilyen helyzetbe, mint amiben Mimi volt, hogy azt se tudja, hogy mit kezdjen most magával. Sőt, ennél még rosszabb is van, nagyon sok ember úgy éli meg ezeket a helyzeteket, hogy elkezdi önmagát hibáztatni, hogy tessék, itt van valami, aminek örülnem kéne, vagy most boldognak kellene lennem, és mi a baj velem, hogy mégsem vagyok boldog. Uh-huh. És ez meg talán még rosszabb, hogy az egész egy ilyen önbántásba torkolik, de klassz volt, hogy mondtad ezt az önelfogadást. Hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a boldogságnak tényleg vannak általános dolgok, amiket elmondhatunk, hogy mik azok a dolgok, amiket így azt gondoljuk, hogy boldogabbá fognak minket tenni, és nem fognak. De talán az első lépés az mindig az, hogy megismerd, hogy valóban neked mi okoz örömet, meg boldogságot. És akkor ennél szokott lenni nagyon sok ember, amikor eljön hozzám, különösen, amikor ilyen privát programokra jöttek, akkor volt egy ilyen több hetes előkészítő feladat, ami arról szólt, hogy monitoroznod kellett a napi kis boldogság szintedet. De persze nem ezt kértük, mert összességében fogalmunk sincs a boldogság szintünkről, meg hogy ez az egész mit jelent. Tehát azért azt tudni kell, hogy a legtöbb boldogságról szóló kutatásban is a boldogság szintet úgy mérik, hogy mennyire érzed magad most boldognak. Uh-huh. Tehát ez ugye szubjektív boldogságérzet, ez az egész egy nagyon nehéz koncepció, hanem azt szoktuk kérni emberektől, hogy mondjuk reggeltől estig a fő napirendi pontjaid, meg történéseid kapcsán jegyezz fel két dolgot. Az egyik az, hogy mennyire energia pozitív vagy energia negatív az a dolog. Tehát, hogy mikor véget ér az adott program, akkor azt érzed, hogy úristen, ide nekem a világot, vagy azt érzed, hogy hol egy kávé, történjen valami, tehát így végem van. A másik dolog pedig az szokott lenni, hogy azt kérjük, hogy jegyezzék fel, hogy mennyire tudtak elmerülni ebben a feladatban. Biztos sokan ismeritek a flow élmény koncepcióját, amikor így megszűnik az idő, tényleg így teljesen alámerülsz egy feladatba, elmélyülsz benne, elfeledkezel az ilyen testi igényeidről, hirtelen nem vagy se éhes, se szomjas, hanem valami így teljesen leköt. És akkor ezt a két dolgot szoktuk mérni, vagy kérni, hogy ők mérjék maguknak, hogy nem tudom, 1-től 5-ig jelölt be, hogy a 9-től 10-ig tartó heti meeting után energetizáltabb voltál, vagy az ilyen energia negatív volt, és úgy érzed, hogy így tényleg így belefáradtál az egészbe, és hogy mennyire sikerült elmerülnöd benne, tehát hogy mondjuk egy ilyen flow élmény volt, és így nagyon jelen volt, és nagyon megélted az egészet, vagy a harmadik percben elővetted a telefonod, és elkezdted pörgetni az e-maileket, Instagramot, kinek mit. És hetenként szoktuk kérni, hogy reflektáljanak ezen, hogy gyűjtsék össze, hogy mondjuk mik voltak ezek az energiapozitív dolgok, mik voltak ezek a flow élmények, amik bekerültek, és kivétel nélkül mindenki megdöbben egy ponton, mert van egy jó pár ilyen prekoncepciónk magunkra, hogy jaj, én egy kreatív ember vagyok, belehalok egy Excelbe, és akkor kijön, hogy amúgy, amikor tudatosan odafigyelsz, és megvizsgálod magadnak 2 óra Excelezés után, akkor kiderült, hogy az egész napi kreatívkodás után tök jól esett egy ilyen kiszámíthatóbb, kissé monotonabb feladatot csinálni. És akkor az emberek jönnek, hogy ez egy ilyen nagyon ismereti rádöbbenés, és nyilván ez az első
dolog a boldogság felé vezető úton, hogy meglegyen az az önismereted, meglegyen az a nyitottságod, hogy mondjuk felülbíráld az önmagadról addig alkotott elképzeléseidet. Mm-hmm. És ehhez például nagyon-nagyon szuper a mindfulness, mert ugye a mindfulness ezt a tudatosságot szorgalmazza, hogy ne higgyél mindent, amit gondolsz, legyél ott a pillanatban, és figyeld meg magad, hogy valóban, hogy éled meg a dolgot, ne engedj annak a kis következtetésnek a fejedben, hogy én az ilyen típusú dolgokat szeretem, ezt meg nem szeretem, mert könnyen lehet, hogy az is csak egy kis mítosz önmagadról, hogy te gyerekkorodban elképzelted, hogy ilyen és ilyen vagy, és most ahhoz tartod magad gondolatban. És ezeket, amiket így naplóz az ember, és írja mellé a pontokat, ezeket a végén érdemes amúgy rangsorolni is, és akkor ez alapján utána elindulni, hogy mi legyen a te utad, hogy ilyen nagyon romantikusan fogalmazzak? Igen, egyébként ez az egész módszertan a Stanford Egyetemnek a Design Thinking kurzusából származik, és 3 hetet szoktunk kérni emberektől, hogyha engedi a kurzusban az időnk, hogy 3 hétig csinálják ezt, és tényleg ilyen döbbenetes tanulságok vannak, hogy emberek ülnek a saját naplójuk felett, hogy ki ez az ember? Miket élvez? Mik szívják le az energiáit? És tudod, ez tényleg egy ilyen azon felül, hogy megtanulod, hogy mik ezek a boldogság mítoszok, amiket úgy a társadalom elhitett veled, ez egy másik lépés abban, hogy mik azok a boldogság mítoszok, amiket te elhitettél magaddal, mik azok a tevékenységek, amiket keresel, vagy akár magadra erőszakolsz azért, mert van egy elképzelésed magadról, amit talán nem is igaz. És mi a következő lépés, miután ez? A következő lépés az az szokott lenni, hogy egy ilyen kis iránytűt hozunk létre, és az alapján, amit megtudtunk magunkról, megpróbáljuk megkeresni a metszetét annak, hogy kik azok, akik vagyunk, mi az, amit most csinálunk, tehát hogy hogyan telnek a napjaink, és hogy merre tartunk. Tehát mik azok a nagyobb hitrendszerek, ami mondjuk az életünk része. Tehát mik azok az értékek, amikben hiszünk meg, amiket a magunkinak vallunk. És akkor ott jön megint egy ilyen kicsit workshop-szerű feladat, ahol irányba állítjuk magunkat, hogy egy picit tisztább képet kapjunk arról, hogy mibe érdemes energiát meg időt fektetnünk ahhoz, hogy boldogabbak legyünk. Egy ilyet minibe akkor csináltunk is most a hétvégi elvonuláson. És nagyon érdekes volt ott, hogy pont annál, amit a legbiztosabbnak gondoltam, hogy ami nekem a legnagyobb erősségem, volt egy olyan része a feladatnak, hogy tudnád ezt még jobban fejleszteni? Valahogy így volt? Felhasználni. Az volt, hogy az erősségeiteket meghatároztátok, és hogy a céljaitok elérésében hogyan tudnátok hasznosítani ezeket az erősségeket. És amire én azt mondtam, hogy nekem torony magasan ez a legnagyobb erősségem, az volt a legnehezebb megfogalmazni, hogy ezt hogy tudnám még inkább integrálni az életembe, és egy tök jó felismerés volt, hogy ja, igen. Van itt egy-két dolog, amit elhanyagoltam. Szándékosan a seprűvel így besöpörtem a szőnyeg alá, és pont ezt tudna segíteni rajta a legjobban. Úgyhogy ezek tényleg ilyen nagy felismerések tudnak lenni, amikor tudatosan vizsgálod magadat, és nem pedig a saját kis prekoncepcióid szerint. És gondolj bele, hogy neked, aki mennyit foglalkozol önmagaddal is, az önismereteddel is, az öngondoskodás, hogy neked is jöttek ilyen felismerések, hogy nagyon sok ember azért sokkal kevésbé reflektív, és sokkal kevesebb gondolatot, vagy erőfeszítést tesz ezekbe a felismerésekbe. Náluk aztán tényleg ilyen bemutatkoznak önmaguknak a feladat végén. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szeretjük, és például az, amit ott is mondtunk, hogy indulj ki az erősségeidből, és azokat hogyan tudod használni. Például az ilyen munkahelyi boldogsághoz kapcsolódó egyik nagy prekoncepció az, hogy mindenkinek előre kell lépnie, vezetővé kell válnod, több pénzt keresni, tehát a munkai boldogságot azt ilyen célokkal szoktuk összefüggésbe hozni. És aztán például kiderült, hogy a munkai boldogság egyik legnagyobb meghatározója az, hogy mennyire tudod a munkádban az erősségeidet használni. Ilyen, tehát, hogy a munkád az mennyire egy emlékeztető arra, hogy úristen, ebben nem vagyok jó, vagy mennyire egy olyan terület, ahol tudsz dolgozni az erősségeiddel, és akár fejleszteni őket. És hogy ez milyen izgalmas, hogy nagyon kevés ember mondja azt, hogy oké, akkor a munkámban arra fogok törekedni, hogy minél többet tudjam az erősségeimet használni, ami persze tök logikusnak tűnik az összes többi célhoz képest is, mert hogyha az erősségeidre fókuszálsz, amiben jó vagy, és azokat fejleszted, akkor
valószínűleg nagyobb eséllyel fogsz előre jutni, mint hogyha egy olyan pozícióban dolgozol, ahol folyamatosan a gyengeségeid jönnek elő. És tényleg ez a fantasztikus szerintem, az ilyen boldogság mitoszok legyőzésében, meg összességében az önismeretben is, hogy ebből nem az szokott kiesni, hogy akkor vagy jól érzed magad a munkádban, és az erősségeidre fókuszálsz, vagy előre tudsz lépni a karrieredben, de nap mint nap ostorozod magad a gyengeségeidért, hanem az előrelépéssel is erős összefüggésben van az, hogy az erősségeidre koncentrálj a gyengeségeid helyett. Erről az jutott eszembe, hogy ez mennyire az ego sértheti esetleg az elején, hogy így azt gondolhatod, hogy fú, igen, én ebben a X dologban nagyon-nagyon jó vagyok, viszont hát igen, ott vannak ez a néhány, amiben nem annyira, és egy fejlődő gondolkodás mód szerint szerintem arra kell törekedni vezetői szinten, meg nem vezetői szinten is, hogy egészítsük ki egymást. Viszont ez annyira nehéz sokszor az embernek tudatosítani a magában, hogy nem kell mindenbe jónak lennem, és szerintem nagyon sok vezető például ebbe esik bele, hogy azt hiszi, hogy ő az érzelmi részétől a legracionálisabb részéig, a számoktól kezdve, a marketingen át, minden területhez tökéletesen ugyanannyira kell értenie, és biztos vannak ilyen emberek, akiket végtelenül csodálok, de ugye szokták is mondani, hogy az az igazi szabadság, amikor ki tudod egészíteni magad egy olyan csapattal, olyan kollégákkal, akik támogatják a te erősségeidet, és leveszik rólad a terhet a nehézségeit, vagy a gyengeségeit kapcsolatban. Nem is szeretem ezt most gyengeségnek hívni, hanem amiben esetleg kevésbé vagy ügyes hozzájuk képest, és így tehermentesítitek egymást oda-vissza, és sokkal pozitívabb lesz a munkakörnyezet is, és neked is egy nagyobb szabadságot ad. Szó szerint, ha már szabadságra akarsz menni, már akkor is. Igen, és hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozz azokon a fejlesztendő területeken. Tehát, hogyha olyan céljaid vannak, vagy olyan munkaköröd, amit nagyon szeretsz, és mondjuk pár dolog, amit használnod kéne hozzá, az nem az erősséged, akkor persze dolgozz rajtuk. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy mint ahogy mondjuk az egész body positivity, meg az összes ilyen pozitív... Aha. területről származó dolog nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor persze akkor így felemeltük a kezünket, és akkor minden marad úgy, ahogy marad, hanem a kettő nem zárja ki egymást, megélni az erősségeidet, nem zárja ki azt, hogy vannak olyan területek, amikkel fejlődni szeretnél. És hogyha belegondolsz, persze az egónknak is nagy szerepe van, de az egész neveltetésünknek, meg szociokulturális közegünknek is nagyon sok köze van ahhoz, hogy a gyengeségeinkre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Tehát, hogy mikor gyerekek voltunk, akkor a legtöbbünket nem abból a tájból küldtek külön tanárhoz, amiből nagyon-nagyon jók voltunk, hanem abból, amiből gyengék. Tehát egy picit így a gondolkodásunkban is el van ez ültetve, hogy ahol nehézséged van, azon kell dolgozni, és nem azon, amiből már jó vagy. Hát igen, ez egy ilyen visszatérő kérdés, hogy az oktatás milyen irányba haladjon, hogy inkább hagyjuk kibontakozni a gyereket abba, amiben a legjobb, vagy pedig mindenkitől ugyanazt kérjük számon, kezdve a testnevelés órától, ami számomra felháborító, hogy a különböző testfelépítésű és fizikai adottságú gyerekektől ugyanazt követeljük meg, és itt a személyes példám, hogy ez nagy nyomot hagyott bennem, hogy egyest kaptam minden egyes évben kislabdahajításból, mert 12 métert tudtam dobni. Hozzá kell tenni, hogy fiatalabb voltam mindenkinél az osztályban, és sokkal kis picibb, vékonyabb, és aki mondjuk nálam másfél-két fejjel magasabb volt, és sokkal erősebb, ő töst kapott azért, mert hogy megdobta azt a távot, amit kellett, közben én teljesítettem. Számomra az volt a maximum, amit tudtam dobni. Én nem ellógtam az órát, ha ellógtam volna, akkor is egyest kaptam volna, meg amikor ott voltam, és a kis vézna kezemhez képest, meg az izmaimhoz képest az volt a maximum, hogy ezt miért kell így megalázni az embert, hogy egyest adsz rá, és itt már ugye elindul egy ilyen, hogy ó, én ebben nem vagyok jó, én ettől rettegek, akkor már, amikor atlétika volt a tornaórán, én nem, mert mondjuk futni nagyon jól futottam, de amikor kislabdahajítás, akkor már gyomorgörccsel mentem be.
És ez csak az egyik, a tesi, amire azt mondhat, hogy az ember, hogy jó, oké, az nem olyan fontos, de még a mai napig emlékszem rá, és lehet ugyanez, amikor megaláznak egy énekórán, mert te nem tudsz énekelni, meg... De akár egy munkahelyen is, mert igazából, hogyha ennek a mérása, itt arról van szó, hogy hogyan mérjük a teljesítményt, és igen, hogy bizonyos dolgokban könnyű, vagy akár csak egyszerűbb, mondjuk a kislabdahajításban azt mondani, hogy az erőfeszítést azt nehéz megítélni 1-től 5-ig, de tudunk egy számot csatolni a kislabdahajításhoz, és akkor azt már könnyebb. Akkor egyik szülő se fog bejönni és panaszkodni, hogy a gyerek miért 3-ast kapott, pedig a gyerek azt mondja, hogy ő igyekezett. Igen. Hogy ez egy sokszor sokkal bonyolultabb ezeket a soft dolgokat mérni és megítelni, de hogy ez megtörténik aztán felnőtt korodban is, hogyha végig gondolod. Tehát, hogy nagyon nehéz díjazni, vagy visszajelzést adni sokszor azoknak az embereknek, akik mondjuk humán területen dolgoznak. Tehát nehezebben mérhetőek az eredményeik. Nincs az, hogy végig mentél le azon az adatbázison, lefejlesztetted ezt a dolgot, ami egyébként szintén egy nagyon-nagyon divers tudás, és nagyon szertágazó, de különösen az ilyen humántól humánnak szóló dolgokat nagyon nehéz mérni, és ezért azok az emberek sokszor vagy hibásan vannak mérve, vagy olyan mutatók alapján, mint nálad a kislabda dobás, ami nem tükrözi az ő valós erőfeszítésüket, vagy akár az eredményeiket sem. Úgyhogy igen, ez elképesztően nehéz, és akkor jön ez, amit te is mondtál, például ez az összehasonlítás, ami szintén a boldogságunknak az egyik ilyen mumusa, hogy sokszor, ha a mi életünkben nem is változik semmi, vagy önmagunkban nem követünk el hibát, az is boldogtalanabbá tehet minket, hogy a körülöttünk lévők mondjuk sokkal jobban teljesítenek egy területen. Tehát lehet, hogyha nincs ott a tanár, meg a magas, erős, idősebb osztálytársad, akkor te tök komfortos vagy a 12 métereddel. Tudod, hogy te azt mondod, hogy hú, mekkorát dobtam, hát ez nem tudom... Tudod, 9-szer akkora, mint a testmagasságon. Fú, de jó. Pici Betty örül. De aztán odállt melléd valaki, és akkor ő 23 métert dobott, és rögtön a te kis 12 métered az már rossz. Igen, rossznak érződik. Voltak ilyen nagyon izgalmas kutatások, még mikor Londonban éltem, vettem részt egy csoportban, és olyan dolgokat vizsgáltak, hogy például hogy hat a boldogságérzetedre, az, hogy elveszíted a munkádat, és azoknak az embereknek, akik úgy veszítették el a munkájukat, hogy a környékükön, tehát egy jó környéken éltek, körülöttük mindenki jó módú volt, mások nem veszítették el a munkájukat, tehát valami egyéni okból kifolyólag maradtak munkanélkül, ők sokkal boldogtalanabbak lettek, mint azok az emberek, akik mondjuk egy rosszabb környéken éltek, ahol magasabb volt a munkanélküliség. Uh-huh. Mert ugye, ha te azon a környéken éltél, akkor ahhoz hasonlítod össze magad, hogy a környezetedben másoknak sincsen most éppen munkájuk, egy picit normalizáltabb a helyzet, szóval máshol van a referenciapontod, ezt mi úgy hívtuk ebben a kutatásban, mint azoknak, akik azt látják, hogy úristen, mindenkinek minden tök jól megy, én meg itt vagyok munkanélkül. Szóval, és ez is nagyon izgalmas, hogyha boldogságodon akarsz dolgozni, hogy hogyan választod meg a referenciapontjaidat. Hogy mondjuk te a vállalkozásodon, vagy a szakmai sikereiden dolgozol, és te mindig a világ jelenleg legsikeresebb emberéhez méred magad, vagy valakihez, aki mondjuk elérhető távolságban van, mert sokszor demotiváló az, hogyha egy olyan célt tűzünk igen, ki, ami elérhetetlennek igen, tűnik. Igen, egy 40 éves tapasztalattal rendelkezőhöz nem hasonlíthatod magadat. De hasonlítod. De hasonlítod igen. Sokszor, igen. És ez nem azt jelenti, sokszor az emberek ilyenkor így felcsattannak, hogy hát de akkor ne legyek ambiciózus, dehogy de. Nem, kérlek legyen, csak ne hozzám érd magad. Nézd meg, hogy mik azok a dolgok, amit például nagyon sokszor szoktam ajánlani, hogy ez egy szuper dolog, hogyha ilyen példaképeid vannak, hogy járj utána a napi rutinjaiknak. A legtöbb ilyen híres ember már valahol elénekelte, hogy ő hánykor kell mit csinál, és kezdj el abból dolgokat átvenni, elérhető dolgokat minden reggel olvas 20 percet, te is tudsz olvasni 20 percet valószínűleg, ezt meg tudod tenni, de ne a 40 évnyi karrier utáni eredményéhez mérd magad, igen. Mert az tényleg irracionális is. És az agyunk nagyon sokszor nem működik racionálisan. Szóval sokszor, ha utólag megkérdezel embereket, hogy miért szomorít ez el, ez meg az, meg egyáltalán miért méred magad hozzá, akkor
akkor ugye értetlenül nézünk magunk elé, hogy hát nem tudom, meg valóban ez nem igazságos, de attól még mire eljutottál eddig a gondolatig, már hozzám érted magad, és már rosszabbul érzed magad is. Ezért is nagyon fontos a meditáció, a mindfulness, a tudatosság, hogy tudjátok, ne ilyen reflex reakcióink uh-huh. legyenek, hogy meglátok valakit, és akkor rögtön arra gondolok, hogy nekem miért nincs, meg ő miért ilyen ügyes, hanem meg tudjak állni egy pillanatra, és tudjak reflektálni, mielőtt reagálok, meg mielőtt elkezdek érezni dolgokat, meg akcióba lendül le az agyam, hogy na, akkor én most gyorsan összehasonlítom magam, hanem tudatosan el tudjam dönteni, hogy az életének melyik aspektusához akarom magam viszonyítani, hogyan gondolok rá, milyen szerepet adok neki az életemben. Szóval ez a szociális összehasonlítás, ez egy tök nagy része a boldogságunknak. Erre mindjárt mondok valamit, csak még egy utolsó gondolata ez az iskola témához, hogy mennyire sokat számít az, hogy mit hozunk kicsi korunk óta. A 6 éves kisöcsém most kezdett el így a számokkal, betűkkel ismerkedni, még oviba jár, de ilyen iskola előkészítő. És hogy ha valami, ő rá tud görcsölni a dolgokra. És hogyha valamit elront, és kicsit idegesebb vagy vele, és hogy jaj, de most miért nem tudod megcsinálni, akkor még jobban, és ideges lesz, és elveszíti a türelmét, és így elhajítja akár a dolgokat, és hogyha te elkezded dicsérni, annyira jól esik neki, és így igen, és tényleg, és én ezt meg tudom csinálni, hát jó, és ügyes vagyok benne, és annyira kis aranyos, hogy tényleg akár egy rajzal is, hogy egy ilyen kis mutaság, hogy mondtam neki, hogy hát olyan szépet rajzoltál, hogy ezt megmutattam a barátaimnak, és nagyon oda voltak érte. Tényleg? És melyik barátod? És ő mit mondott rá? És az a barátod mit mondott rá? És végtelenül büszke volt az ő kis rajzára, és hogy ez az egészséges magabiztosságához annyira sokat hozzátesz, mint az, hogy na hát ez a házikó lehetne szebb, mert a másik kislány azért tudott ennél szebbet rajzolni. De milyen érdekes, hogy például ezt látod a kisöcséd esetében, és nagyon sokan egyébként, akik szülőként jönnek hozzám, hogy a gyereküknél ezt tökéletesen alkalmazzák, és magukra egyáltalán nem. Tehát amikor megkérdezem, hogy és magadat hogy szoktad megerősíteni, amikor valamit jól csináltál, akkor nagyon sokszor az a válasz érkezik, hogy hát igazából az az alapbeállítás, hogy jól csinálok dolgokat, és hogyha nem jól csinálok dolgokat, akkor azért ostorozom magam, de amikor jól csinálok dolgokat, akkor nem jár az a dicséret, mint amit mondjuk a gyerekemnek, vagy a páromnak, vagy a csapatomban dolgozó embereknek megadok. És tök érdekes, hogy nagyon sokat foglalkozom a boldogság kapcsán és a szokásokkal. Szóval az van, hogy amikor valami változást szeretnénk, akkor nagyon sokszor a motivációnkra hagyatkozunk, hogy nekem ez fontos, és akkor belelkesedek, és elolvastam egy könyvet, és én most olyan motivált vagyok, de a motiváció ez ugye ilyen izomszerűen működik, ez biztos már sokan... Sorba teszi. Igen, és akkor alább hagy, meg a hangulatodhoz kapcsolódik. Szóval a motiváció az igazából a céljaid elérésében nem a legjobb utazótársad lesz. Ellenben a szokások azok. Az életünknek több mint 40%-át ilyen robotpilótában töltjük. Ez egy Duke University-s kutatás szerint van, mit több ezer emberen végeztek, mi azt jelenti, hogy tényleg a napjaidnak több mint 40%-a úgy telik el, hogy nem gondolkozol, csak automatikusan csinálod a dolgokat, biztos nektek is volt ilyen, hogy nem emlékszel az ágytól a kávúi fűzőig vezető úton. És ijesztő. Igen, teljesen ijesztő, de hogy az életednek nagyon nagy részét így töltöd. És ugye ezért szoktunk nagyon sokat, mondjuk mikor viselkedést akarunk változtatni, vagy bármilyen változást az életünkben, én szeretek a szokásokra hagyatkozni. És a szokásoknak az egyik, az új szokások meghonosításának az egyik fő eleme a jutalom. Uh-huh. És milyen érdekes, hogy a felnőttek nagyon-nagyon nagy százalékban, akikkel én együtt dolgozom, nagyon keveset jutalmazzák magukat. És most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mindig legyen a zsebedben egy bombon, és úgy jutalmazd meg magad, hanem akár a szóbeli belső elismerésre magaddal szemben, vagy az arra, hogy elújságolj egy barátodnak, hogy figyelj, ma tök ügyes voltam, és nem csak azt, hogy nem hiszed el, hogy milyen béna voltam ma, hanem amikor leültök kávézni, akármilyen furának is hangzik, ne csak a panaszkodásban tudjatok kapcsolódni, hanem tudjatok abban is kapcsolódni, hogy megünnepled vele azokat a dolgokat, uh-huh. amiben jó vagy. Szóval hogy például a jutalmazás egy nagyon fontos eszköz abban, mikor valami új szokást akarsz meghonosítani az életedben, és ennek ellenére nagyon sok felnőtt használja a jutalmazást másokkal szemben,
de magával szemben nem. Én szerencsére abba tartozom, aki így megjutalmazza magát, és lehet, hogy ez, nem tudom, így anyukám által hozom, mert ő nagyon sokat dicsért, nem túlzottan, de nagyon sokat dicsért, meg így kiemelte inkább az erősségeimet, azt mondanám, és így mindig így hangoztatta őket, nem csak nekem, a tesómnak is, és valahogy én most így a felnőtt életemben is így büszke szoktam lenni magamra, és így megveregetem a saját magam vállát, viszont nagyon sokan nem, és tök érdekes, hogy amikor esetleg mondjuk olyan picit rosszabb napom van, vagy nem történt semmi olyan fú, de magasztos, és egy ilyen kis önbizalomtuningra van szükségem, 200-szor megkérdeztem már a páromat, és mindig nevet rajta, hogy mondd el, hogy mi az a három dolog, ami miatt így belém szerettél, mert ez tök jó viszont hallani, mert az emlékeztet arra, hogy akár mi lehet egy első benyomás rólad, vagy tényleg mi a legszerethetőbb benned, és akkor így mindig mondja, hogy de hát már elmondtam, de nem baj, jó azt hallani, én is elmondom a tiédet akkor, és ez amikor pont a táborban beszélgetünk ilyen hasonló témáról így társaságban, akkor ott eszembe is jutott, hogy ez egy ilyen tudatalatti dolog, ezt nem tudatosan csinálom, de ez is egy ilyen megsimogatom magamat. Pontosan, igen, és hogy az nagyon fontos, hogy ilyen emberi kapcsolatokat építesz, ahol a másikat megsimogatni és magadat megsimogatni, az benne van az egymással való kommunikációban, meg a kapcsolatnak fontos része, mert nagyon sokszor emberi kapcsolatok is úgy épülnek fel, hogy nem feltétlenül részük, és hogy ez nem feltétlenül részük, ez az egymás megsimogatása, vagy az önmagunk, meg a másik ünneplése. Hanem a kapcsolódás alapja nagyon sokszor a nehézség, a kihívás, ez a veled vagyok a bajban. Nagyon sokan számolnak be arról, kikkel beszélgetek erről, hogy mondjuk barátságaik véget érnek, amikor megoldódik valami nagy probléma az életükben. Tehát, hogy a kapcsolódás alapja az volt, hogy együtt szenvedünk egy kicsit, és amikor egyikük így abba hagyta a szenvedést, akkor már nem tudtak úgy kapcsolódni egymáshoz. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyan kapcsolatokat építsünk, ahol ez az ünneplés a másiknak, meg önmagunknak az ünneplése, az része, mert ez lesz a kis táptalaja annak, hogyha mondjuk valamit változtatni szeretné a pozitív irányba. Ezt elértünk a podcast utolsó három kérdéséhez, a visszatérőkhöz, és akkor én itt most megcserélném a sorrendet, mert az egyik az nagyon kapcsolódik hozzá, hogyha egyetlen egy tanácsot, bölcsességed lehetne a hallgatóknak, hogy mitől lehetnek boldogabbak, hogy foglalnád össze azt, amit mondjuk most itt beszéltünk? Azt tanácsolom mindenkinek, hogy minden esetben kezdjenek önismerettel, mindenkinek más a boldogság, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudj magadhoz is, kíváncsisággal és nyitottsággal állni, és fogd fel ezt az egészet egy ilyen kalandként, hogy akkor most igazából megismerem magam, és egy picit elfeledkezek arról, amit eddig felépítettem magamról, vagy azt a képet, amit másokkal együtt lerajzoltam magamról. A másik pedig az, hogy a boldogsághoz vezető legtöbb dolog az egyszerű, de nem könnyű. És ez alatt azt értem, hogy dolgok, amik bizonyítottan boldogabbá tesznek minket, olyan egyszerűek, mint a hála. Tehát tényleg a megélése annak, hogy mi megy jól, ahelyett, hogy mindig arra fókuszálnánk, hogy úristen, mi nincs rendben. Szóval tudjátok, ezek a hálanaplózós gyakorlatok. Egy másik dolog, ami bizonyítottan különbség azok között, az emberek között, akik boldogabbnak érzik magukat, azokhoz képest, akik nem, az, hogy mennyit gyakorolják a kedvességet. Tehát már kimutatod, hogy akár napi 5 apró kedvesség, és leveszed a nénének a konzervet a felső polcról a spárban, hozzájárul szignifikánsan a boldogság érzetedhez. És szerintem pont ez a nagy kihívás ebben az egészben, hogy el kell fogadnunk, hogy az egyszerű dolgok tesznek minket boldogabbá, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket az egyszerű dolgokat könnyű gyakorolni. Nagyon sok tudatosságot és odafigyelést igényel, hogy gyakoroljuk őket, de ez egy tök jó hír, hogy ezek megvalósíthatóak, és tényleg egy kis tudatos jelenléttel közelebb kerülhetsz máról holnapra is a boldogságodhoz.
Igen, amúgy szerintem is ezek a kis pici lépések, de mindenben, akár amit mondtál, hogy a szokások kialakítása az nagyon fontos, hogy ott is nem egyszerre bum, teleírom a határidőnaplót, de erről majd tudnánk akár egy másik epizódban is beszélni, az időmenedzsmentről. Annyira izgalmas, igen. Mert amúgy az is szóba került, hogy ugye ötvözzük a kettőt, de hát erre most nem maradt időnk, de ki tudja, hogy majd szerepelsz még a podcastben. És hogy ott is sokkal hasznosabb az, hogyha kis picike lépésekkel indulunk, mint az, hogy boom, fejessel így beleugrunk az egészbe. Ó, igen. Ezek a drasztikus változások, amiket próbálunk. Akkor a következő kérdésem pedig az lenne, hogy mikor érzed magad a legszebbnek? Én reggelente. És szerintem ennek köze van ahhoz, hogy én reggelente nagyon önmagamnak érzem magam, nagyon szeretem a reggeli rutinomat, amit mindenki azt gondol, hogy nem tudom, webbinggel foglalkozó szakemberként biztos egy ilyen 4 órát reggel csak napfürdőzöm, és nem így van, az egész reggeli rutinom az tényleg kevesebb, mint egy óra, de minden egyes lépése annyira önazonos, annyira én vagyok, és azután azt hiszem azért is érzem magam szebbnek, mert egy ilyen minden reggel ilyen emlékeztető, hogy én ez az ember vagyok. Én az az ember vagyok, aki úgy kezdi a napját, hogyha csak 15 percet is, de magával tölt. Minden nap gondol valamire, amiért hálás. Tudod, ez a megerősítés abban, hogy ezek a jó dolgok a legnehezebb reggelen is ott vannak nekem, és tényleg elvetemülten hajlandó vagyok ennek a reggeli rutinnak, és ennek a szép érzésnek a fenntartásáért akár hajnalok hajnalán kellni, hogy ez minden napomban ott legyen. És egy kulcs mondat, vagy kulcs kijelentésed az volt, hogy ez vagy te, hogy ez a te személyre szabott rutinod. És ez annyira fontos, hogy így kihangsúlyoztad, mert hogy nem az, hogy felmegyek a YouTube-ra, rákeresek egy életmód vloggerre, és akkor ő neki ez a rutinja, akkor nekem is ez lesz, mert hogy ez mennyire menő, és jól néz ki, és olyan kis idilli, hanem hogy találd meg, hogy mi az, ami neked ad. Igen. Tényleg ez az önismeret, elképesztő nyitottsággal, bátorsággal, kíváncsisággal, tényleg te vagy a legizgalmasabb projekted, amin dolgozni fogsz, és hogy ez egy ilyen folyamatos felfedezés. Az utolsó kérdésem pedig, hogy hogyan telik a számodra a tökéletes én nap, amikor teljesen fel tudsz töltődni? A tökéletes napomban tényleg a rutinom, mat ezért szeretem a reggelit nagyon, mert a legnehezebb és a legjobb napomban ugyanaz lenne. És hogy ez ad egy ilyen állandóságot és megnyugvást. Ebben van meditáció, naplózási gyakorlat, éppen amilyen naplózási gyakorlatra szükségem van, és amihez kedvem van. És van benne egy icipici mozgás, hogyha több időm van, akkor több mozgás van benne, úgyhogy ez a tökéletes napomon biztos, hogy egy kicsit hosszabb mozgás lenne. Aztán, ami engem nagyon-nagyon energetizál és feltölt, az a természetjárás. Úgyhogy én nagyon sokszor egyébként megbeszéléseket is a természetbe szervezek. De jó. Tehát ugye így nagyjából tudom ennek az ilyen mentális hátterét, hogy mik azok a dolgok, amikről jó fókuszáltan leülni, ötletelni, és mik azok a dolgok, amikben kifejezetten segít az, hogyha valami más passzív dolgot csinálsz mellette, például sétálsz. Én nagyon sok ilyen sétáló meetinget szervezek, és biztos, hogy azon a napon valakivel, akivel szívesen beszélgetek, és valami izgalmas projekten dolgozunk, mondjuk veled, elmennék sétálni a természetben. Aztán nagyon-nagyon szeretek enni, és biztos, hogy valami isteni, komfortos étel lenne a napomban, a délutánomban pedig lenne abszolút munka. Én most tényleg abban a szerencsés helyzetben érzem magam, hogy nem könnyű. A Method on the Moon a maga meredek növekedésével, és rengeteg feladattal és kihívással, de azt hiszem, hogy ez az egyik ilyen legnagyobb sikerélményem, hogy nekem a tökéletes napomban lenne egy kis munka. Na, de szép. Úgyhogy annak nagyon-nagyon örülök, és biztos, hogy délután este felé a szeretteimmel lennék. Ilyen igazán olaszos társaságom van, úgyhogy biztosan most pont valamelyik nap voltunk egy étteremben, és akkor, amikor látod, hogy ti vagytok az a társaság, hogy állandóan szegény pincér így néz rátok, hogy szóljon, hogy csak egy picit csendesebben. Mindezt úgy, hogy
mindenki limonádét ivott, tehát hogy így semmi. Még csak azzal sem tudtuk indokolni, úgyhogy biztos, hogy lennék a szeretteimmel. Na, hát ez nagyon jól hangzik, ez egy ilyen feltöltő és produktív, tökéletes nap. Ilyen lenne. Ezt én nagyon-nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és szerintem bőszen jegyzeteltek a hallgatók, mert tényleg praktikus dolgokkal is láttál el minket, azon kívül, hogy megindokoltad, hogy minek mi áll a hátterében. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos epizód volt. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy beszélgetünk. Folyt köv. Sziasztok, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok.